A gomba szezon még várat magára, addig is tavalyi fényképeinket nézegetjük, és a jövő évi túrát tervezgetjük. Igen, ez egy szép kis erdő volt. Ide-vissza kéne menni. Izgalmas felfedezések és kellemes gombászás helyszíne. Igen, emlékszem ezt a hatalmas homoki szömörcsögöt. Ezt a telefonommal fényképeztem, úgyhogy jó eséllyel tartalmazza a hely információkat is. Itt a fájl adatokra kattintunk, és megnézzük a térképet. Ezzel a gombbal a Windows saját beépített térkép funkcióját használhatjuk, ami nyújt egyszerűbb funkciókat. Például, hogy ide tűzhetünk egy gombos tűt, amely megmutatja a GPS, vagy szakszerűbben VGS 84 koordinátákat. Ezt kimásoljuk. Most a helyszín már megvan. A jövő évi túrákkal kapcsolatban pedig hát legalább két információra szükségünk lesz. Egyrészt, hogy ezek a területek, ezek állami területek-e, és hogy van-e a környéken védett terület. Két olyan szempont, amit egy gombásznak illik figyelembe vennie. Ezeket az információkat az erdő térképen találjuk meg. Első lépés, hogy visszataláljunk a mi kis erdőnkhöz. Itt a koordináta keresés funkciót fogjuk ehhez használni. Átváltunk VGS 84 vetületre. Ide beillesztjük az imént kimásolt koordinátákat. És már is ott vagyunk. Akkor az első információ, amit keresnénk, hogy ez milyen tulajdonú. Térkép zölddel jelöli. Jelmagyarázatban pedig láthatjuk, hogy állami tulajdonban van a terület. És a védettséggel kapcsolatosan ott pedig a kék fogja adni a védettet. És az egyéb, és a, még a zöld, ugye fokozottan, és a sárga pedig a nem védettet, akkor visszatérünk ehhez a réteghez, és megnézzük. Igen, ez pont egy védett terület, hát persze nem is csodálkozom különösen, mert kifejezetten szép természetközelinek tűnő erdőről volt szó. Hatalmas öreg kocsányos tölgyek álltak ott. Érdekes lehet a története ennek a területnek. Vajon erről is megtudhatunk valamit? Hát erre még visszatérünk. Na nézzük meg a környéket, váltsunk vetületet, vagy váltsunk léptéket. Használjuk a nagyítás gombot, és a kicsinyítés gombot. És nézzük meg, hogy hol is vagyunk. Nagyobb egybefüggő állami erdőterületeket látok. Érdemes volna ide egy nagyobb túrát is tervezni, különösen akkor, hogyha a környéken vannak turistautak. Már is kiderítjük. Maradunk a Google hibrid alapnál, csak erre vetítünk egy turistautak réteget, és láthatjuk, hogy a környéken bizony szép számmal vannak turistautak egymást érintően. Ez hasznos információ. Egy technikai kitérőt tennék, ugyanis hát tapasztaltam, hogy ez a bizonyos
Erdőtérkép, ez nem minden operációs rendszer, nem minden böngészőjében fut zökkenőmentesen. Azoknak, akik esetleg itt elakadnának, javaslom, hogy használják a Google Earth programot, ami ugye szintén ingyenesen letölthető, és ahhoz megkapjuk letölthető formában ezt a fájlt, amit ha megnyitunk a Google Earth-szel, akkor biztosan zökkenőmentesen elérhetjük ezeket a funkciókat, illetve ehhez hasonlóan funkciókat. Itt a keresés a következőképpen zajlik, ide illesztjük be közvetlenül a koordinátákat. És így kapjunk meg a gombostrinket a megfelelő helyre. Értelemszerűen itt a különböző rétegek közt keresgélünk szintén, és a tematikus rétegben találhatjuk például a tulajdonformát. Ehhez itt közvetlenül rendelkezésünkre áll egy ilyen jelmagyarázat réteg. Egy szóval, hogyha a böngészőből közvetlenül nem érhető el az erdőtérkép, akkor a Google Earth segítségével hasonló funkciók elérhetők, hát beleértve még a turista utak térképét is. Egy pillanat, itt található a komplett turista út. Rámutítjuk, és akkor egy kicsit nagyobb léptékre. Váltva az Ásotthalom környéki turista utakat is láthatjuk. Itt például. Jó, ennyit a Google Earth-ről, és akkor visszatérve a böngészőben található térképünkre, itt is, hogyha visszamegyünk a gombostrinkhöz, éppen azon morfondíroztam, hogy vajon ennek a területnek milyen lehet az előtörténete. Hát ez közvetlenül a gombászásban már nem segít, de hogyha egy kicsit szeretnénk az adott élőhelyet jobban megérteni, megismerni, akkor a történeti adatok ebben segítenek, vagy segíthetnek. Például, hogy mióta van ott vajon erdő. Ehhez segítségül hívjuk a történelmi térképeket. És megnézzük például az első katonai felmérés idején, tehát az körülbelül 250 évvel ezelőtt a Habsburg Birodalomban. Vajon hogy is festett? Mocsár, homokdűne, mocsár és homokdűne. Erdőnek nyoma, de még a településeknek sincs nyoma. Hol vannak a településeink? Átlátszóvá tesszük ezt a réteget, és alatta feltűnik a mai térkép. Hát ott lett volna, vagy ott. Ott lett Ásotthalom. Egy szóval, ami ősinek tűnő erdőnk, az nyilván nem ősi. De hát ezt azt hiszem, hogy nem is várta senki. Most ezzel le is zárnám. Természetesen ajánlom mindenkinek figyelmébe a további
rétegeket, vagy a további időszakok térképeit is érdekes, tanulságos böngészni a történelmi térképeket is. Most jó gombászást kívánok, jó túrázást kívánok, lehetőleg állami erdőkben és nem védett területeken, és a 2 kilós gyűjtési limitet betartva.